Na hellóztok, itt is vagyok egy újabb videóval, méghozzá egy újabb, elég komoly hangvételű puzzle mappel. Nem is kifejezetten puzzle map, hanem kicsit ilyen horror és puzzle mapnek ígérkezik, legalábbis a leírás alapján. Egyébként a pályát Fall Damage 312 készítette, egy külföldi Command Block készítő, és magát a pályát nekem Dávid küldte, tehát J-Dub, hogy nézzem meg feltétlenül. Elég komolynak ígérkezik, hasonlóképpen, mint a The Shadow Maker, úgyhogy biztos jó lesz. Kezdjük is, nyomunk egy space-t, és itt is vagyunk. Elindítja a szekvenciáját az X843Z-nek, és benn is vagyunk. Ó, rendesen fel is olvassa a szöveget. Ó, most ebből a recsegésben annyira sokat nem értettem, de szerencsére itt van nekünk egy szöveg, méghozzá, hogy hello X843Z, elindítottalak, ugyanis befogtam egy veszélyjelzést. Úgy tűnik, mintha egy menekülő hajó lenne, ami párhuzamosan a mi hajó mellett száll el. Continue, nézzük, mi van tovább. Nem láttam értelmét, hogy felébresszem a csapatot. Szerintem te gépes vagy rá, hogy megnézd, hogy tulajdonképpen mi is itt a probléma. Jelez a hídon a harmadik szinten, hogyha letöltötted a befogó sugárnak a driverét. Oké, szóval akkor az első utunk, úgy tűnik, hogy egy űrhajón vagyunk. Egy elég komoly resource-pack-kel megcsinálva egyébként, és mi a fene? Ja, hogy mi egy kis guruló robotok vagyunk. Ó, ezért ez a nevünk, hogy X... mi is volt pontosan? X843Z. Oké, szóval mi egy ilyen kis robotok vagyunk, akinek meg kell néznie, hogy tulajdonképpen mi is történt itt, mert hogy valami ellebegett a mi hajó mellett, és a legénység ekkor valószínűleg alszik, vagy nem is tudom, mi lehet velük. Harmadik szint. Először még körülnézek itt erre felé. Open. De ijesztően nyitódik ki ez az ajtó, és milyen rohadt hangos. Jó, úgy tűnik, mintha itt vér lenne, mint valami laboratórium. Bár, nem tudom, ez gondolom ez itt a hajónak az eleje. Ó, és tényleg ott van valami. Valami elszáll a mi spaceshipünk mellett. Stasis status. Oké, gondolom ez az, hogy milyen állapotú a hajó jelenleg. Ez itt micsoda? Computer, nyers tajta, nem használható semmire. Mik vannak itt még? Úgy látom, hogy elég sok minden van itt, nagyon komolyan megvan csevőként a resource pack és a hangok is ugyanúgy hozzá. Még nekünk is ilyen rendesen ilyen gurulós hangunk van, mert csak halka hallatszik erre. De jó ég, ez úgy néz ki, mint valami szerverterem. Mik ezek itt? Igen, szerverek, tele vannak nyers rétával. Szintén nem használhatok semmire. Log Encryptor. Ez gondolom ilyen logaritmus titkosító. Gondolom valamit az adatokkal lehet itt szórakozni. Szerve, úgy van egy csomó log, egy log, kettő log, úristen, log 15. És úgy nézem, hogy ezt Kapitán Reynolds készítette, ezt Mira, ezek gondolom a legénységnek a részei, csak nem ismerjük őket, ezt meg úgy, mint hogyha X842Z, ez valami másik robot? Mi a 3Z vagyunk. Vajon ezekkel lehet kezdeni valamit most, vagy csak később? Valahogy ezeket meg kéne fejteni. Mert ezek valami titkosítással le vannak védetve, amit egyelőre még nem tudom, hogy hogyan lehet használni. De mindegy, nézzük itt még körül a másik terembe is. Erre például gyorsan elnézek még. Elképesztő királyon néznek ki ezek az ajtók. Jó. Kinézek itt erre, tényleg ott van még mindig az a hajó. Na hát ez itt micsoda, egy kis kutya? Hello! Mechanical Dog Toy. Egy mechanikus kutyajáték, nem tudom. Itt biztos, hogy semmi sem ember, itt minden ilyen nagyon skifi. Nézzünk itt fel, most ha tényleg elindulok akkor a harmadik emeletre. Úgyis oda küldtek minket erre a hídra, hajóhídra, hogy töltsünk le egy drivert. Kifejezetten ijesztő egyébként ennyire egyedül lenni az űrben. Tehát, hogy így senki, de tényleg senki nincs itt rajtunk kívül. Talán a legény meg az a másik ott hajó, amiben nem tudjuk, hogy mi van, vagy kik vannak. Remélem semmi ki agresszív. Tele van itt minden számítógéppel, végtelen mennyiségben. Ez itt micsoda? Olyan, mintha egy térkép lenne. Aha, ez itt térkép a hajónkról. És detektált 4 életformát a Virgo nevezetű hajón. Ó, szóval ezért Virgo a neve. Tehát ez nem is a pályának, nem csak a pályának, hanem a hajónak is ez a neve, ami mi most vagyunk. Nem tudom, hogy mi vajon élőlénynek számítunk-e. Szerintem inkább robotoknak vagyunk detektálva. Nézzük meg, ez mi.
van egy komputer, és ó, itt van ez a Tractor Beam Driver, amit nekünk kell, és azt mondja, hogy itt a Airlock B komputerébe kell installálnunk, tehát a légisilip B-hez kéne eljutnunk ahhoz, hogy ezt tudjuk telepíteni. Jó, az... ez gondolom lent van, mert arra még nem jártunk, úgyhogy el is indulok lefelé. Mi van, hogyha itt leesek így? Oh, hello! Pum! Ó, egy kicsit sebződtem, de rendesen meg van csálva még, hogy a sebződésünk is ki legyen cserélve a hangra, szépen reparálódok, regenerálódok, itt hát nem azért vagyok kis robot, hogy szóval simán regenerálódni tudok. Jó, Airlock B, na pont ez kell nekünk, itt be tudok menni? Először gondolom installálni kell ezt a driver, na nézzük ezzel a jó kis flopin. Oké, okay. És el is indult a befogó sugár, nézzük csak meg, és tényleg rendesen azt a rohadt élet, és hogy húzza ide magához ezt a repülő objektumot. Nem tudom mi lehet, valamilyen ilyen escape podnak írta. Aztán majd kiderül, hogy mit találunk benne. Ez egy kicsit ijesztő, én a helyükben már rég felébresztettem volna a legénységet, nem csak úgy ide hoztam volna ezt a... ide szívtam volna magunkhoz egy kis robotra bízva a jövőnket. De mindegy, azt hiszem... rendesen megérkezett. Nézzük meg mi van benne. Igen. Hello. Van itt valaki? Ilyen kicsi ez belülről? Látszik, itt lehet irányítani, és itt van még egy nagy adag szerver. Itt van megint valami data. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan formátumban van elmentve, amit csak ez az egy számítógép tud olvasni. Nézzük hát akkor. Escape pod log. Tegyük be ebbe a számítógépbe. Mi ez a hang? Ez biztos, hogy nem angol. Az is biztos, hogy én ezt... nem is hiszem, ez semmilyen nyelv. Én ezt nem tudom értelmezni. És ennyi volt. Milyen üzenet ez? Mindegy, ezt elviszük. Lehet, ez még jól fog jönni később. Hát egyelőre ennyit találtunk itt. Ó, nem, itt még van egy portable battery. Charge up yourself. Ó, ezzel majd tölteni tudjuk magunkat. Van itt még valami bármi más ebben a szállító részben? Nem. Jó, mehetünk ki. Többit ezt nem tudtam megnézni. Kretnian. Ó, azt mondja a számítógépünk, hogy ez úgy hangzott, mint hogyha Kretniannak a hangját hallanánk, és hogy feltöltötte a fordítási applikációt nekünk a számítógép terembe a második szinten. Jó, nézzük meg, ezek is itt mint kargók. Csomó vasat szállítunk ezzel a hajóval. Ez mind vas, tehát mi egy ilyen kereskedő hajónak számítunk? Itt erre fel, nem mindegy, ez meg gondolom kiterül a sztoriban. Egyelőre nézzük meg akkor, szépen elgurulok oda. De királyul néz ki. Valahol itt volt akkor a számítógépterem. Aha, ez lesz. Nézzük meg ezt. Translation, tényleg ide töltötte fel. Ma installáljam magamba, hogy le tudjam fordítani. Translationmode.exe. Hogy tudom magamba installálni? Ide? De poén. Multipurpose unit, ezek vagyunk mi. Több funkciós egység. Sikerült installálnunk. Oké. Use your diagnostic tool to activate it. Diagnostic tool? Ezzel diagnosztizálni tudok dolgokat? Wow. Aha, itt írja, hogy mik vannak egyelőre feltelepítve. Tehát javítani tudom magamat, illetve fordítani tudok. Le tudok fordítani szöveget. Na nézzük akkor. Scanning. Nothing found. Ha miért? Ezt először be kell tennem ide? Így? Most? Scanning? Szerintem, hogyha visszamegyünk most abba a szobába, ahol előbb megtaláltuk ezt, és lejátsszuk ezt a hangfájt, mert hogy csak ott lehet lejátszani, akkor talán már így ezzel érteni fogjuk. Na nézzük. Nagyon creepy egyébként. Mindig attól félek, hogy az egyik folyosó meg valamivel, valakivel találkozni fogok. Na ide betesszük. Gyorsan diagnosztizálni kéne. Translation. És most már értem. Rendesen lefordított angolra. Bár itt sem nagyon értem, mert annyira halkas, tugósan beszél, hogy...
Nem értettem pontosan. Remélem, kiírjam egy szövegbe is, mert még így is nehéz volt értelmezni ezt az egész szövegrészt. De is elviszem. Igen. Indulunk visszafelé, hát ha még a kompjúter valamivel kisegít minket. Úgy látszik, nincs több, amit egyelőre tehetnénk. Kérlek, készíts egy jelentést, és tároljuk el a szerver szobába. Ne felejtsd el a pontos file megnevezést. Jó, az a helyzet, hogy pontosan én nem értettem a szöveget, meg gondolom ti sem nagyon ebből a sutogásból, hogy mi volt, mit mondott ez az alien, vagy valami másik, tehát ez a creation, vagy mi, hogy hívták pontosabban ezt az élőlény formát, de talán ezzel a szerver szobával itt mi itt ezt le tudjuk jegyezni. Vagy lehet, hogy most kéne használni ezt a titkosítót? Ó, ez mi volt? Elég, hogy csak ide jöttem, és már is letitkosította nekem? Na, ez tök jó. Azt mondja, hogy log missing no. És ez az, amit mi készítettünk. Jó, akkor most valahová, gondolom, ide el is tárolhatjuk, tessék. Missing number, gondolom. Lehet, hogy adni kéne neki valami numbert? Adjuk neki mondjuk egy log 3, olyan csak nincs még, nem? Nézzük meg ide a 3, ó, volt 3, akkor legyen log 2. Csak hogy ne ugyanaz legyen még velünk sem a neve, mint valami másiknak. És akkor jegyezzük meg azt, hogy a log 2 az a mi bejegyzésünk lesz erről az egész esetről. Oké, feltöltöttük a szerver szobába. Nagyon jó. Mit tudunk még tenni ilyenkor? Elindul, megnézzük még, körbenézzük itt még lent hátra. Tehetünk valamit. Például itt az airlock A. Tehát a légzsilip 1-esnél tudunk valamit csinálni. Mondjuk kinyitni? Nem, ezt még nem engedi. Errefelé, hogyha elindulok. Hú, ez itt ki van nyitva? Ez eddig is ki van nyitva? De jó ég, ez olyan, mintha ez lenne az űrhajónak a meghajtó része. Nagyon kemény egyébként, hogy ez ki van, hogy meg van csinálva. De itt van egy számítógép, ezt még meg tudjuk nézni. Nyers data, meg megint csak. Nem nagyon tudjuk ezt semmire se használni. 6 plusz 4 az 10. Mi? Létezik ez? Lehet, hogy valamit elrontottam a file elnevezéssel? Csak arra tudok gondolni, ugyanis ez így kicsit kilóg a többi közül. Már csak azért is, mert nincs előtte egy kettős kereszt. De olyan, mintha lenne egy összefüggés ezeknek az elnevezésével. 1 plusz 3. Nézzük, akkor 6 plusz 4 jön ezután. Akkor 6 plusz 4 az 10. 10 plusz 5 az 15. 15 plusz 6 az 21, 21 plusz 7 az 28, 28 plusz 8 az 36 lenne elvileg a következő, hogyha fel lehet húzni rá ezt logikai összefüggést. Nézzük meg akkor így. És először nem teszek elé egy kettős keresztet, csak megnézzem így, hogy ez így jó-e neki, de hogyha nem jó, akkor teszek még egy kettős keresztet is elé, és akkor biztos nem fog kilógni a többi közül, hát így se látok semmi különbséget. Nézzük meg úgy, ezt nem tudom, hogy ezt én vettem le az eléről, vagy csak nem volt alapból se, de hát, ha segít rajta, és ez se nagyon. Ja persze, mert hogy tök fölöslegesen van ott ez az alsó vonal, amit szintén oda tett nekem alapból file névnek, de így megint csak kilóg a többi közül, szóval próbáljuk meg így. Ó, így már azért elfogadja, thank you, X843Z, ami mi vagyunk, és most már visszatérhetünk a sleep módba. Tehát ahonnan jöttünk a recharging pembe, ahová először is be akartam menni. Ja, ahonnan kezdtünk. Erről a töltőállomásról, de aztán még itt nem engedtem, mert még volt egy kis dolgunk. Mi a fene? Bakker, ez nagyon rám ijesztett most. Ne. Valaki betört? X843Z. Észleltem légnyomás különbséget a hajtómű szegmentben. Lezártam azt az arénát egy ilyen nagyon erős zárral. De folyamatosan nyomást vesztünk, és a reaktorok nem működnek anélkül. Neked az a feladat, hogy ezt most megjavítsd. Milyen engineering az hol van? Az R felé van? Igen, az ez volt az, ugye? És ez zárta most le. Ennek a hangját hallottam, ami most előbb a szívrohamot hozta rám, mert olyan hanggal zárodott be ez az ajtó. Jó, nem tudom, mit tehetünk. Mit csinálunk itt valamit esetleg itt ezen a második
szinten. Jaj, még lehet folytatni a párbeszédet. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy több nyomást veszítsünk az élhető helyeken. Szóval bejutni az engine-ben tártalan, vagy nem tudom ezt most pontosan hogyan kell értelmezni. Az lesz, neked lesz az a dolgod, hogy egy kis űrsétát vegyél. Nézzük, mi van még tovább. Ki kell jutnod az airlock-án, tehát a légzsilipán, és feltöltöttem neked ehhez egy alkalmazást, amihez neked fel kell menned a komputer szobába, hogy ezt telepíteni tudjad. Jó, oké, szerencsére itt is vagyunk, ugye ez volt a komputer szoba. Itt szokta feltölteni, itt is van hovermode.exe, de jó, azt is lehet installálni magunkba. Ezzel már tudunk egy kicsit repülni. Aha, sikerült is, hovermode, oké, sikerült felinstalálni. És ezt is a Diagnostic Tool-al tudjuk majd aktiválni. Akkor indulás gyorsan kifelé, még mielőtt több nyomást vesztünk. Pláne ott, ahol történt ez a sérülés, vagy valami ilyesmi érlak. Ki tudunk itt menni akkor? Aha. Hoppá, azt hiszem kisütöttünk, és de jó, kaptunk egy kis Night Vision, bekapcsolt az éjjel látó üzemmódunk, és így végre látunk is valamit. Nézzük akkor a Diagnostic Tool-al a hover módot. Wow, és tényleg elindult egy kis repülés itt nekem. Ó, de csak eddig tartott. Ezt folyamatosan aktiválgatni kell. Na nézzük akkor, hol a meghibásodás. Aha, ott látom is, hogy valami nagyon ereszt. Ez az óriás hely mind azért felelős, hogy az engine-t, a hajtóművet működtesse. Hover mode, gyerünk. Itt erre elszállunk, és megnézzük, hogy hol itt a hiba. Hú, ide hallom a hangját. Nagyon-nagyon komolyan néz ki ez az űrhajó, és na ne! Az ott a föld. Az ott komolyan a föld. Ha! Ez elképesztő. Hover mode, gyerünk. Átszállunk oda. Így, szerintem jó is lesz. Nagyon hangosan, nagyon-nagyon jön ki. Egy csoda, óriási egy repedés. Hallod, gyorsan akkor valamit. Hogyan tudjuk ezt repairelni? Repair mode, aha, itt van az. Scanning. Na, gyerünk. Repair mode initiated. Press space to repair, oké. Konkrétan ugrálni kell most így rajta? Gyerünk, mindjárt kész, 40%, 50, 65, 70, 80, gondolom 90, és meg is van javítva. Hú, repair completed, ez itt micsoda? Itt is egy valami külső komputer. Nagyon durán néz ki ott lent ez a föld. Na jó, irány vissza. Ott van egyébként ez a kis escape pod, amit befogtunk az elején. Hover mode be. Szépen elsugárzunk addig. Ki fogunk fajni viszont a repülésből. Jó nagyokat csattanunk, de azért ezért szépen visszatöltődik, visszaregenerálódunk. Oké. Okay. Szerintem itt le tudok menni. És ez volt itt az airlock. Úgyhogy be FPS-be és aztán be az ajtón. Opa! Ez mi volt? Aha, kinyitotta nekünk az engine szobát. Szép munka volt, X8443Z. Kinyitom neked az engine-nek az ajtaját, és most meg tudom nézni, hogy maradt-e még esetleg valami rejtett károsodásod bent. Jó, de remélem semmi más nem találok itt bent. Egyelőre még olyan, mint volt. Hello? Egyelőre jól néz ki. Nem jött be semmi ott fent? Valami ott... Nem tudom, eddig is olyan volt. Lehet egyébként, hogy be kéne szállnunk oda, mert azt a részét még nem vizsgáltuk át ennek az engine szobának, és most már, hogy van ilyen hover módunk, hát ha fel tudunk oda repülni. Felvisz ez engem idáig? Igen, de inkább erre kéne. Nézzük csak meg így a hover móddal. Nem tudom, ez milyen volt ezelőtt, úgyhogy jónak néz ki abszolút. Itt erre egészen fel lehet szállni? Mi van errefelé? Ezt így kell megcsinálni? Komolyan? De mintha lenne írva valami, vagy csak rosszul látom? Ezzel még fel lehet menni a fenti engine szobába. Nézzük meg akkor itt mi van. Nem tudok itt bemenni ebbe a fenti engine szobába? Na, itt van ez a kis lyuk. Itt van ez a lyuk, ami valahogy itt még a tetején volt előbb, de most egészen leásta magát odáig. Ezt is meg kéne javítanunk most? Na nézzük akkor a repair-rel. Talált itt valamit? Scanning.
Mi a fene volt ez a füra hang? Ja, megfoltoztuk munk alatt, jó van akkor. Jó, szerintem itt nem maradt más, amit még nem vizsgáltunk át. Bár ez a furcsa lyuk elég aggasztó volt, most egy portable betörít fel kell használjak. Oké. Leüssak. Oké, fél szívecském maradt, hogyha ez annak nevezhető. Na mindegy, ez elég necces volt. Bakker! Mi a szar volt ez a hideg kirázott? X843Z, mi volt az ott a cargo? Tehát ahol szállítjuk a csomagokat. Nem tudom. Én nem tudom, lehet valamiről itt lemaradtam, de a hangja is elég volt ahhoz, hogy engem teljesen beparáztasson. Az egy puzzle map lesz, nem ilyen szinten ijesztő pályán, na mindegy. Azt javaslom számodra, hogy gyere a Heathoz, és nézd meg, hogy a Lifeform Scannel mennyi élőlény van jelenleg a hajón. Jaj, ne, nehogy már kiírjon nekem itt még egyel többet, eddig 4 volt. Na nézzük azt az életvizsgálót. Nem erre volt, ugye? Erre csak ilyen kutató bázis, vagy nem tudom mi volt, ilyen laborszerű dolgokat láttunk. Jó, lecsekkolom a Lifeform Scannert, mindjárt ott vagyok. Na nézzük, mi van itt ebben. Egy! Micsoda? Mi? Te jó ég, csak egyetlen egy Lifeform? Ez egy hiba lesz. Kérlek, csekkol le a Medical Bay-t. Medical Bay, ez gondolom ez az orvosi helyszín, az, ahol előbb voltunk. Atya, Istenem, hol vagyok, most lemegyek? Aha. Na nézzük. Mi történik X843Z? Hát honnan tudja mi történik? Ezek mik ezek? Ezek eddig is ilyenek voltak? Eddig is ilyen véresek voltak? Nem úgy tűnik, mintha ezek is... Mi történt a világítással? Mi történt a... Mi történt a világítással? Ismétlem. Mi történik X843Z? Jelentést kérek azonnal. Fogalmam sincs, mi történik. Épp ez az, hogy én sem tudom, mi történik. Hát nagyon szívesen jelentenék, mik ezeket újra nyerstétek. Jaj. Nem jó így világítás nélkül. Mi van itt ebben a komputerben? Nem is tudom, hova menjek. Ez egyre ijesztőbb. Ez nagyon ijesztő. Pláne, hogy az egész ilyen szinten az űrben játszódik. Pilóta fülkét kéne keresem, az valahol ugye itt volt fent, ahol irányítják a hajót, még van itt valami kis fény. Úristen, mi van itt? Na mindegy, gyorsan. Rengeteg szöveg. Beolvasom az adatokat a vizuális szenzorodból. Gondolom az, amit látunk mi. És attól tartok, hogy ez a hajó nem érheti el sose a földet. Habár én nem tudom kontrollálni ennek az irányát. Ez mindig is egy emberek által irányított űrhajó volt. Fel kell vennünk a kapcsolatot a földdel, és rávenni őket, hogy megváltoztassák az úti célunkat. Habár a hosszú távú szatellitradar a hajónak az elején a rossz irányba néz, energia nélkül. Szóval én nem tudom minden átforgatni. Neked kell ezt megcsinálnod manuálisan. Feltöltöttem a Noctovisor modult a komputerre. Oké, akkor gondolom újra az első célunk a komputer szoba lesz, és aztán pedig ott van ez az óriási szatellit, amit el kéne fordítanunk a föld irányába, ami pedig pont alattunk van. Vagy legalábbis a másik irányban, mint amerre az jelenleg néz. Úgyhogy indulás a komputer szobában, remélem nem találunk ott semmit. Mármint semmi gonoszat, mert az már biztos, hogy ezen a hajón rajtunk kívül még van valaki. Van valaki, akiről nem tudjuk, hogy hogy néz ki, meg az sem, hogy hogyan mozog. Hol van az a, amit feltöltött? Ja, lehet, hogy nem is ezekben a komputerekben kéne keresni, hanem ami itt volt fent, pont az irányító, a pilóta fülkénél. Most már, hogy ezt itt tudjuk, hogy ugye ez az. Nézzük csak. Aha, itt is van. Noctovisor mód. De ez mit tud? Mert mindegy, felinstaláljuk magunkba. Oké. És mit tudunk ezzel aktiválni? Ó, hogy ez ilyen Night Visionnek. Konkrétan ez a Night Vision-t jelenti. Ami ezért kint elég hasznos lesz, ha nem akarunk ennyire, meg ugye itt bent is, most, hogy nincsen világítás. Ó, a fene egye meg, ez ilyen kevés ideig tart. Gondolom ez is fogyasztja az energiánkat ráadásul, hogyha használjuk.
Mindegy, már most látom, hogy pislogok. Csak azért, le is aludt a fény. Nem mindegy, indulás kifelé, és akkor én még mindig biztosabban érzem magamat itt kint a hajón kívül, mint a hajón belül. Nézzük akkor a hover módot. Ez az. Indulunk szépen lassan, de azért megyünk felfelé. Au. Hover mode, gyerünk. Jó. Jó. Mondom, én itt el vagyok inkább kint. Biztosan mennék a hajóban most már, hogy tudom, hogy egyetlen egy darab élőlény forma van most már csak ott bent, és lehet, hogy egyébként az úgy gondolta, hogy azok pont mi vagyunk. Ja nem. Hát mi nem lehetünk azok, mert mi robotok vagyunk. Valószínűleg arra az egyetlen élőlény forma az idegen, aki behatolt. Mert hogy nekünk mindenféleképpen oda kellett húzni magunkhoz azt az escape polot, amiről azt sem tudtuk, hogy micsoda. Nézzük, hogyan lehet ezt forgatni. Aha. Ez így jó lesz? Ja, hogy oda kell, hogy fordítsuk. Ó, értem. Jó. Akkor remélem most már ez így jó. És már ahogy kiadott valami jó kis hangot. És mit tudunk még ezen kívül csinálni? Visszamenni a hajóban? Vagy ez mi a fene? Hello? Indulás vissza akkor a hajóba. Nézzük meg, mit találunk bent. Oké. Okay. Hello? Be kell tennem ezt a Night Vision-t, ez most nagyon jól jön itt nekünk, meg különben keveset látok. Na. Jó, itt vagyunk újra. Na, megpróbálja felvenni a kapcsolatot a földdel. Hű, hát remélem sikerül. Hogyan tudom én azt, hogy ő most felsikerült venni a kapcsolatot? Bakker, mi ez? Ne, a föld nem fogja megváltoztatni az úti célt. Ne. Virgo. Ez itt a föld. Mi nem fogjuk megváltoztatni az úti célt. Az itteni állomásunk eléggé felkészült ahhoz, hogy elkapja a kísérleti aranyt, és kísérletezem vele az emberiség dicsőségére. Vége. És kiléptem. Kompjúterünk erre azt mondja, hogy ez visszás. Hagyj próbálja meg még egyszer. Erre a föld újra válaszolt. Virgo. Mi nem találjuk azt, hogyha megkérdőjelezik az utasításainkat. Feltöltünk egy új operációs rendszert. Ó, ne! Nincs túl sok időnk. Nem engedhetjük, hogy ez a hajó elérje a földet. Én számítottam erre, hogy ha valami képes lesz. Lekapcsolták a kompjúterünket? Ez egy új kompjúter. Micsoda? Lekapcsolnak minket? Nem már. Azt mondja, hogy köszöntelek. X843Z. Neked vissza kell menned alvó módba a hangárban. A szolgáltatásaid most már többé nem szükségesek. De hát ez nem igaz, hát ez így nem mehet így tovább. Jó, hát annyit tudunk csinálni most tényleg, hogy visszatérünk akkor a recharging stationünkhöz. Tehát ez a kis töltőállomáshoz, ahonnan indultunk, de hát ez így... itt igencsak nem lesz így jó világ. Mi ez? Arra ment? Miért ugat ez a kis kutya? Úristen, megint kirázott a hideg. Hello? Szia? Most már csak te vagy itt egyedül velünk. Ide jöttünk hozzászt. Elhallgatott? Vagy mi van? Csak mondja neki. Miért ugatsz kutya Ripper? Hát, ha sikerül megjavítanom. Nothing fun. Jó. Jaj, nem akarok visszamenni. Biztos, hogy ott lesz valami. Egyedül maradtunk hajón, a sötétben. A kompjúterünk kiszállt. Az biztos, hogy itt van velünk valami még. Helyre bizarabb dolgok történnek. Nincsen áram. Épp hogy csak a nyomást meg tudtuk csinálni. Bakker, én nem akarok ide beállni. Nem lesz, itt nagyon nem lesz jó. Valami nagyon meg fog ijeszteni. Nem is tudok átmenni sleep módban egyébként. Miért ugatsz itt? Neked eddig semmi szerepen nem volt azonban, most valamiért nagyon ugatsz. Lehet, hogy ezt is le tudnánk fordítani? Nézzük csak már meg. Hát a... Wow! A kutya ugatását lefordítottuk a régi kompjúterünk utolsó üzenetére. Egy kódolt jel, nem gondoltátok volna, hogy ez a kutya itt morzézik nekünk? Ó, nem erre számítottam. Hú, most olyan megkönnyebbülten, szóval azt mondja, hogy hagyjon nekünk egy applikációt, amit az egyik kompjúterbe tárol fent a pilóta fülkében, és törjük át az egyik üveget a fenti engine szobába, ahol egyébként már múltkor voltunk, hogy újra a nyomás különbséget hozzunk a reaktornak, és ezzel leálljunk, és megmentsük a földet. Hú, hát remélem el sikerül intézni, bár még egyszer abba az engine szobába, ahol tudjuk, hogy ott tört be
az a valami. Én még egyszer vissza nem mennék, de most úgy látszik az egyetlen utunk az az, hogy eljussunk oda, mert hogy ott van az az engine szoba, de előtte valamelyik kompjúterbe itt van egy applikáció. Csak kérdés az, hogy vajon melyikbe, mert itt aztán van bőven. Nézzük. Ó, itt volt. Aha. Sonic Boom. Gondolom ezzel a Sonic-kal szépen valami lézer tudunk kapni. Aha. Diagnostic tool. Na nézzük. Hogyan lehet azt aktiválnunk. Sonic. Wow, kitörtük itt az üveget. Már itt? Rögtön? Mit csináltál X843Z? Bocsánat, nem akartam itt kitörni. Én nem itt akartam nyomáskülönbséget hozni, hanem a fenti engine szobába, arrafelé. Itt egyszerűen így kitörök ezzel. Így. Ki szivárgott a levegő. Na, jó. Megpróbálunk akkor ott betörni. Itt van úgyis egy óriási nagy adag üvegrész. Gondolom ezt itt szépen szét tudjuk csapni. Szét tudjuk ütni. Hover móddal, de repülünk. Vagy itt fenn mi van? Nagyon adag számítógép. Meg itt van valami szerver, ugye? Nem, ezeket nem tudjuk megnézni. Ó, itt vannak törölt üzenetek. Ezzel még nem tudom, mit tudunk csinálni. Magunkba tudjuk installálni? Nem. Esetleg itt valamit? De ez valami, vagy egy valami easter egg, vagy majd később szükség lesz rá. Na mindegy. Nézzük meg akkor ezt az üvegtörést. Hú, ott valami nagyon mozog bent. Na, Sonic Boom. Boom. Jó. Azt hiszem sikerült leállítanunk. Most azt hiszem, olyan nyomás különbséget csinálunk. Az új komputer mondja nekünk X843Z. Miért? Tönkretetted a hajunkat? Miféle petolakodó droid vagy te? Vagy toll vagy droid? Hoppá, le is állt a... Leállt itt az áram teljesen. Volt itt még valami? Ó, van itt két portable battery, hála jó égnek. Az egyiket fel is használom, mert már igen csak kell. Hű. Mi ez? Mi a fene volt ez? Segítség, segítség, segítség. Minek a hangja ez? Nem, akkor most itt maradtunk egyedül, egy nem mozgó hajóba. Valamivel, amik közeledik felém, vagy minek a hangja ez? What? Mi történik? Mi ez? Megy szét a hajunk? Szétesik darabokra? Vagy valami kitör belőle? Én nem tudom mi ez, de nagyon bizarrul néz ki. Előbb is láttam ilyen particle effekteket. Olyan, mintha lenne valami élőlény ott fent, de nem látom a tetejét, mert nem is tudok rázumolni. Atya úristen! Mi ez itt, egy óriási száj? Én tudom az utat. Miről beszél ez az idióta? Jaj, hova repülök? Szállj le! Oh, bakker, ez mi történt? Ez bekapott minket? Valami óriási nagy átfejlődött és meghalt, megöltek minket. Click me. Hát így lett vége, megmentettük a földet, de saját magunkat nem tudtuk. A kis droid feláldozta önmagát, hogy ezt a nagyon furcsa mutánsszerű lényt a földre végül ne jutass el. Azt mondja, ezzel köszönjük szépen, hogy játszottál, kézzelt, hogy a Fall Damage 300-et, akit már mondtam az elején is, és hogy a mapnek a nagy része azért készült, hogy kicsit kísérletezzünk, hogy miket tudunk elérni resource pack-kel, tesztelni akarta a modelljeit, textúráit, hogy ne menjenek szemét, meg gondolom elkezdett ezekkel hülyeskedni, és utána alakult ki belőle ez az egész pálya. De minden esetre elég keményen ki volt dolgozva, és meglehetősen jók voltak a hangok is hozzá. Még mindig egyetlen egy életforma detektálható ott csak. És hát úgy látom, akkor ez ebben a kabinban tudunk búcsúzni. Még mindig ilyen kis robotként, de a sztorinak végül is akkor ezzel vége. És remélem tetszett számotokra, talán ez volt az eddig legijesztőbb horror map, vagy horror map, puzzle map, amivel eddig játszottunk, mert elvileg ez nem is horror mapnek készül, de mégis olyan ijesztő puzzle map lett, hogy talán még annak is elmenne. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk majd később, addig is pedig minden jót, és sziasztok!